És most szakértünk válaszol. Fókuszban az agrárium. Minden, amit az agrárszektort foglalkoztató kérdésekben tudni érdemes. Pályázatok, pénzügyi szolgáltatások, digitalizáció, tippek és tanácsok az agrárközösség szakértőjével. A mikrofonnál Tokai Róbert. Fókuszban az agrárium. Köszöntöm a hallgatókat, ismét itt ül velem a stúdióban Kovács Viktor, az Agrárközösség Dél-Dunántúli régiójának igazgatója. Szervusz Viktor, üdvözöllek a stúdióban. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Hát múlt héten ugye ott fejeztük be, hogy gyakorlatilag ugye kvázi azt mondom, hogy hát az origója mindennek ugye az agráriumban az ugye nyilván ugye a pénz és a pénzügyek és a különböző hiteltermékek, hiteltípusok gyakorlatilag, és ott még egy gondolat erejéig szeretnék visszautalni, mert ott akkor azt beszéltük ugye, hogy itt az Agrár Széchenyi kártya kapcsán volt ugye egy részletesebb beszélgetésünk, és akkor még ugye azt beszéltük, hogy nem láttuk még ugye a múlt héten ugye a jövő évre vonatkozó szabályzásokat, hogy lesz-e benne változtatás, vagy nem lesz. Most ezzel kapcsolatban annyi aktualitás történt ugye itt most egyből a hét elején, hogy gyakorlatilag a Nagymárton ugye bejelentette, hogy ugye változatlan formában megmaradnak a jövő évre is ugye ezek a hiteltermékek, és hát gyakorlatilag akkor ennek a részleteivel kapcsolatosan akkor ezt már látjuk, hogy hál' Istennek ez jövőre megmarad. Üdvözöljük ezt a dolgot, mi a véleményünk erről? Szerintem ez feltétlen szükséges a jövő évre, és ezt látják is, úgyhogy ez egy jó hír, amit bejelentettek. Igen. Gyakorlatilag plusz forrást is tesznek rá, egy picivel több is lesz ugye a Széchenyi kártyák tekintetében rendelkezésre álló a vállalkozásoknak. Igen. De ez a fontos, hogy ez valamennyi Széchenyi kártya termékre vonatkozik, de maradnak ezek a fix 5%-os termékek. Igen. És marad az agrára vonatkozó kedvező feltételek, amiket legutóbb ugye kedvezőbbé változtattak. Uh-huh. Ezek maradnak a jövő évre is, tehát az agrár cégek is ugyanúgy elérik ezt a kedvező hitelt, és erre nagyon nagy szükség van. Tehát azért a jelenlegi kamat szintekkel a nem támogatott hitelekre a kereslet az... Igen. Az hogyha nem is nulla, de nagyon kevés. Igen. Hiszen a piacot jelenleg ez a Széchenyi kártya mozgatja. Úgyhogy itt egy fontos van, ma volt egy agrárrendezvényünk, és volt ügyfél bent, akivel beszélgettünk. Igen. És mondta az ügyfél, hogy hát nekem is 5%-os jelenleg az agrár Széchenyi kártyám. Uh-huh. És mondtuk neki, hogy ez fix 5% vagy nem. Hát ő azt nem tudja. Aha. Mert hogy régen a folyószámla hiteleket még úgy kötötték az agrár Széchenyi kártyára, hogy bubor, tehát ez a bankközi alapkamat, plusz 5%. Plusz 5%. És az ügyfél ugye megijeszte az 5%-ot, csak a bubor, az ami volt mondjuk 0,5% még itt a válság, meg a háború előtt, az most már 12-13% is van, tehát hogy az ügyfélnek 18%-on megy jelenleg a hitel, amit ő úgy emlékezett, hogy 5%. Igen. Úgyhogy itt mindenféppen azt ajánlom, hogyha van agrár Széchenyi kártya, csak ennyi, hogy a fejében van agrár Széchenyi kártya, nyugodtan forduljon hozzánk, és hogy megnézzük a banki, ugye meséltem, hogy mi banki háttérrel, tehát alapvetően ezt a banki oldalon mi átnézzük, és ugye ezeknek az átszerződésére van most lehetőség. Igen. Tehát a gazdának kell kezdeményeznie, hogy át lehet szerződni ezt fix 5%-osra. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy ezt használják ki, mert ez például az ügyfél a ma reggeli találkozónkon 1,5 millió forintot nyert így ajándékba, hát hogy ennyivel lesz olcsóbb a hitele, hogyha átszerződjük neki. Igen. Gyakorlatilag ugye itt egy nagyon rövid gondolat erejéig még maradva a Széchenyi termékeknél. Igazából kérlek, erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy jól emlékszem-e, hogy ez gyakorlatilag nem csak ilyen átmeneti likviditási problémákra tud nagyon jó választ adni, hanem gyakorlatilag ugye különböző beruházásokra is alkalmas és használható rá. Igen. Kettőfajta agrár Széchenyi kártya. Az egyik ez a likviditási folyószámla jellegű, ugyan, a másik az pedig beruházási. Ugye az eddig is 5%-on ment, az megmarad, igen. Most már a folyószámla jellegű is 5%-on megy, ugye erre kell átszerződni, amit említettem, aki még nem tette meg, és utána ez is 5%-on megy, tehát igen, tehát a likviditásra is, meg beruházásokra is igénybe vehető. Na hát akkor ez tényleg egy üdvözlendő dolog, hogy akkor ez a jövő évre is megmarad. Viszont akkor innen át is kanyarodnék akkor a mai témánkra, ami azért mondhatom, hogy gyakorlatilag egy szintén nagyon fontos alappillére egyébként így az agráriumhoz kapcsolódó pénzügyi dolgoknak, illetve hát kvázi még azt mondom, hogy valahol még tényleg itt a hiteltermékekhez kapcsolódó is valamelyest, ez pedig maga az agrárium pénzügyeinek a könyvelése.
Egy kicsit azt mondom, hogy induljunk itt távolabbról. Mik lennének talán azok a legfontosabb dolgok, amit itt mondjuk, és specifikumok, amik mondjuk tényleg azt mondom, hogy a speciálisan az agráriumra vonatkozóan a könyvelés során oda kell figyelni. Mi az, amiben ebben egyébként segítséget tudtak nyújtani? Igen, ez egy nagyon érdekes terület, mert hogy ugye a vállalkozóknak mindenkinek van könyvelője. Igen. Ezek jellemzően helyi könyvelők, ugye akik közel vannak, be tudta vinni neki korábban a számlákat. Igen. Tehát egyszerűbben megoldották a könyvelést. Viszont azt látjuk, hogy a mezőgazdaság alapvetően egy sokkal bonyolultabb struktúrát igényel. Ugye abszolút itt például a mi családi gazdaságunk is egy úgynevezett őcségi, ez egy rövidítés, ez a családi gazdaság, igen. Tehát alapvetően több tagból áll, ezeket speciálisan kell könyvelni, nem mindegy, hogy milyen adózás ugye aláesnek, van kedvező adózási rész utána, meg változó. Igen. Tehát vannak egyéni vállalkozók, őstermelők, vannak KFT-k, van föld, van műveltetés, van haszonbélet, tehát most mehetnénk itt bele nagyon-nagyon sok szakszóba, de ami igen. A lényeg, hogy sokkal bonyolultabb, mint egy normál KKV-t, aki mondjuk elvégez egy kereskedelmi tevékenységet, a van bevétele, meg költsége. Igen. Költsége. Tehát alapvetően speciális tudást igényel az agrárkönyvelés, és sok könyvelőiroda, vagy könyvelő ezt nem szereti, és nem is nagyon tudja. Igen. Tisztelt a kivétek, vannak agrár könyveléssel foglalkozók, de mi itt a régióban azt látjuk, hogy nagyon sok ügyféltől érkezett olyan jelzés, hogy a könyvelője szól, hogy nem szeretné, vagy a könyvelője szól, hogy ő ezt annyira nem tudja, vagy az ügyfél szól, hogy például neki kell, az ügyfélnek kell magának mondjuk interneten nézegetnie, hogy adó oldalról, hogy lenne neki ez kedvező. Mert ugye a könyvelő az jellemzően nem adó tanácsadó, hanem igen. Ő alapvetően lekönyveli a megkapott számlákat és elvégzi ebből a kötelező feladatot. Igen. Úgyhogy ebben nagyon sok igény érkezett, és azt látjuk, hogy az agrár közösségen belül ez országosan is egy probléma. Aha. Úgyhogy ezért volt az, hogy az agrár közösség saját könyvelőirodát indított el, most már ez régóta működik. Igen. Saját belső könyvelőkkel és gyakorlatilag specifikusan képzett agrár könyvelésbe jártas könyvelők végzik el a mezőgazdasági cégeknek, vagy mezőgazdászoknak a könyvelését. Igen. És ez sokat számít, mert hogy azért itt kemény pénzeket lehet egyébként megtakarítani azzal, hogy mire figyel oda a könyvelő, vagy mire figyelnek oda ugye itt a különböző struktúrában lévő igen. Mezőgazdasági vállalkozók. És ezt érdemes részletesebben megnézni, és azért nálunk ugye a könyvelés mellett van adótanácsadó csapat is. Igen. És az adótanácsadás az véleményem szerint az a terület, amivel például nem igazán foglalkoztak itthon eddig, mert ugye, ahogy említettem, a könyvelőnek ez nem feltétlen területe. Igen. Külön adó tanácsadóból nincs olyan hálózat még az országban, hogy ez úgy ott lett volna ugye a gazdák mellett, uh-huh. Viszont a jelenlegi ugye adózási, meg a jelenlegi vállalkozási formákban szerintem elengedhetetlen legalább egyszer átnézni adó tanácsadónak, igen. És elmondani a könyvelőnek, hogy mit kell csinálni helyesen. Igen. Úgyhogy, és itt van az, amiről beszélgettünk az elején, hogy például nálunk az agrár közösségnél miért hasznos ez, hogy alapvetően ugye egy csapatban vannak könyvelők, meg adótanácsadók, meg jogászok. Igen. Mert ők tudnak egymással kommunikálni, igen. És gyakorlatilag az adótanácsadás az kapcsolatban van a könyvelő csapatunkkal, uh-huh. És összetudják azt a struktúrát rakni, ami az ügyfeleknek fontos. És ugye ezt összekötötted a hitelekkel, ugye igen. Innen kapcsolattunk át. Ugye nem mindegy, hogy mennyire hitelképesek ezek a vállalkozások, és nem mindegy, hogy könyvelik le a dolgokat. Tehát mi találkoztunk olyan ügyféllel, ahol például a támogatásokat rosszul könyvelték le, és az ügyfél ezért a következő évben elesett a hitelektől, elutasították a kedvező hitelét azért, mert nem volt jól lekönyvelve, igen. Mert a könyvelő mondjuk nem volt annyira otthon ezekbe a specifikus támogatásoknak a lekönyvelésébe. Igen. Úgyhogy azért itt komoly milliókról van szó akkor, amikor arról beszélünk, hogy van egy jó könyvelő, meg egy jó adattanácsadom, ők effektíve ténylegesen pénzt tudnak megtartani a cégnél, és nem kidobni ezt a pénzt gyakorlatilag. Úgyhogy fontos, és a másik, ami még lényeges,
és azért is jó, hogy itt a sorozatban is erről beszélünk. Aha. Mert ugye a pénzügyi év az december 31-es zárul. Igen. És mi most azt javasoljuk a legtöbb ügyfelünknek, hogy érdemes konzultálni tanácsadóval, szakértővel. Igen. Átnézni, hogy jelenleg hogy néz ki a cégnek a pénzügyi struktúrája, mennyire jó mondjuk az eredmény kimutatása mérleg, a pénzügyi számai milyenek. Igen, igen. Mert nem mindegy, hogy ő hogy zárja az évet. Igen. Mert a következő évben, hogyha bármilyen hiteligénye lenne, vagy majd a pályázatokra szeretne menni, akkor ugyan. Ne az legyen a probléma, hogy rosszul volt a tavalyi év befejezve. Ugye a rossz alatt nem feltétlenül értem azt, hogy elrontottak valamit, persze. Hanem mondjuk még most oda lehet figyelni arra, hogy az eredmények hogy alakulnak a cégnél, az évvégére mennyire ez nyereséges, vagy sem, igen. Hogy lehet ezt optimalizálni. Hát az optimalizálás az igen, egy picit máshogy fogalmazni, tehát aha. Hogy lehet olyan struktúrával zárni az igen. Évet, ami a jövő évi pályázati meg hitel lehetőségeket megteremti. Aha, tehát, hogy ne legyen negatív igazából ennek a folyamat a jövőre, igen. Ne essenek ki az ügyfelek ilyen lehetőségektől. Tehát gyakorlatilag akkor tényleg akkor ez mind a hitelekre, mind a pályázatokra vonatkozóan azért egy nagyon előnyös dolog tényleg, hogyha tényleg hozzáértő könyvelő az, aki tényleg akkor a könyvelését végzi ugye ezeknek az agrárvállalkozásoknak. Ezzel kapcsolatosan egyébként hol érnek el titeket, hol tudnak nálatok érdeklődni? Továbbra is az agrárközösség.hu oldalon találnak erről részletesebb információt, és azon keresztül ugye hozzánk befutnak ezek az ügyek, és mi az ügyfelekkel felveszünk a kapcsolatot, beszélgettünk, és próbálunk nekik segíteni, és ahogy említettem, ezt én azt javaslom, hogy évvégéig ezt érdemes is megtenni, aki úgy érzi, hogy a jövő évben lennének nagyobb tervei, ugye hitel vagy pályázat oldalon, igen. Akkor ránézni arra, hogy az idei évben jól zárja ezt az évet. Hát akkor erre biztatok én is mindenkit, hogy akkor az érintettek, akkor keressék előszeretettel az Agrárközösség Dél-Dunántúli régiójának az igazgatóságát. Kovács Viktor és csapata áll mindenkinek a rendelkezésére hatalmas szaktudással. Viktor, neked nagyon szépen köszönöm, hogy a héten ismét stúdiumunk vendége voltál, és itt a szakértői rovatban elmondtad a legfontosabb tudnivalókat. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jövő héten várunk mindenkit vissza ide a Fókuszban az Agrárium című rovatunkba. További kellemes napot! Köszönöm szépen, sziasztok! Szakértőnk válaszol! Fókuszban az Agrárium, az agrárközösség szakértőjével.